28. fejezet. A Rada földjeit tönkretették. Ezt még Ahsoka is látta, holott nem értett a mezőgazdasághoz. A nemrég még sötétbarna termőtalaj mostanra beteges szürkévé változott, és szinte minden élet eltűnt belőle. Csak azok a táblák látszottak egészségesnek, ahol az apró, zöld növények nőttek, meg annyi nyomorúság forrásai. Ha lesz rá esélyünk, suttogta Ahsoka mellette guggoló Miarának, juttasd eszembe, hogy jöjjek vissza ide, és égessem hamuvá ezt az egészet. Én pedig segíteni fogok, ígérte Miara. Értek a tűzgyújtáshoz. Gyerünk, adta ki a vezényszót Ahsoka. Át kell jutnunk, mielőtt megjelennek a munkások. Miara már korábban elmondta neki, hogy a birodalmiak egyre hosszabbra nyújtották a munkaidőt. A gazdák most már szinte napkeltétől napnyugtáig dolgoztak, ráadásul az a hír járta, hogy amint megkezdődik az aratás, a birodalmiak reflektorokat fognak felállítani, hogy a munkások késő este és éjszaka is dolgozhassanak. Nem sok idejük maradt, és fedezéket sem sokat találtak, ezért Miara gyorsan végigvezette Ahsokát az egyik tábla melletti füves sávon, és amint elérték a település határát, befordultak egy sikátorba. A birodalmi támaszpont a város másik végén van, sutogta Miara. Át kell vágnunk az egészen, hogy eljussunk Kidenhöz. Nem nekünk kell átvágnunk, hanem csak nekem. Arra kérlek, hogy menj el Szeldához, és add át ezt neki, válaszolta Ahsoka. Azzal átadott a lánynak egy adat kristályt, ami egy korábban rögzített üzenetet tartalmazott. Ha nem találod meg Szeldát, akkor keresd meg Vartant, vagy valamelyik csapatvezetőt. De mindenképpen egy olyan valakit, akiben megbízol. Szeretnék veled menni, felelte Miara. Ahsoka megállt, és mindkét kezét rátette a lány vállára. Tudom, hogy szeretnél, válaszolta végtelenül komolyan. Tudom, hogy mindent megtennél a nővéredért, de most hallgatnod kell rám. Ki tudom hozni a nővéredet, de a hajóm túl messze van ahhoz, hogy eltűnhessünk a radáról. De még ha mi hárman elmegyünk is, mi lesz a többiekkel? Mira kinyitotta a száját, hogy tiltakozzon, de rögtön be is csukta. Nyilván megértette a lényeget. El kell menned Szeldához, mondta Ahsoka. Azzal segítesz Kidennek, ha elmész Szeldához. Rendben? Jól van, felelte végül Mira. Megteszem. Ahsoka rászorította a lány ujjait az adatkristályra, aztán végignézte, hogy Miara megfordul, és végigmegy az utcán. Az utolsó találkozásuk óta Miara megtanult halkan járni, de még azt is, hogy hogyan használhat fel minden lehetséges fedezéket. Ahsoka már csak ezért is gyűlölte a háborút. Megvárta, még a lány jócskán eltávolodott tőle, aztán elindult a birodalmi telep felé. Ezúttal meg se próbált bujkálni. A szürke teremtmény pontosan tudta, hogy közeledik, és azt is, hogy mit akar. Nem surranhatott be észrevétlenül a támaszpontra, és csak egy dobása volt. Egyedül abban reménykedett, hogy a birodalmiaknak nincs titkos bábújuk a tábla mögött, úgy, ahogyan neki. Az utca közepén lépkedett, éberen figyelt, és ugrásra készen várt. Nem kellett sokáig várnia. Jedi, kiáltotta valaki. Úgy tűnt, a hang egyszerre érkezik a tér összes irányából. Ahsoka kiterjesztette a tudatát, és az erőben kereste a forrást. Van nálad valami, ami kell nekem, válaszolta emelt hangon. Beszéltetni akarta az idegent, hogy pontosan betájolhassa a helyzetét. A nyomorult Kidan Larte, felelte a teremtmény, és Ahsoka le tudta szűkíteni a keresőzónát. Annyira remélte, hogy az ő Jedi barátja eljön érte. Kénytelen voltam megmondani neki, hogy a Jediknek nincsenek barátaik. A Jedik nem kötődnek senkihez. Szívtelenek, ridegek, és még csak nem is tudják, hogy mi a szeretet. Nem tudom, hogy kitől tanultál a Jedikről, vágott vissza Ahsoka, de kifelejtett pár dolgot. Jobb tanárra volna szükséged. Elmondtam Kidennek, hogy nem vagy igazi Jedi, folytatta az idegen, és Ahsoka a hangja alapján rátalált. Most már csak a megfelelő pillanatot kellett kivárnia. Megmondtam neki, hogy alig, hanem annyira megijedtél tőlem, hogy már tucatnyi rendszerrel odébb jársz, és sosem térsz vissza. Őszintén szólva, örülök, hogy tévedtem. Ahsoka megérezte, hogy az idegen leugrik a mögötte álló ház tetejéről, és megfordult. Ezúttal sem tudott rájönni, hogy a teremtmény melyik fajhoz tartozik. A férfi magas és megtermett volt. Látszott rajta, hogy rendkívül erős, és így páncélba öltözöttem félelmetes ellenfél. Most is sisakot viselt, de az azt lemezt nem eresztette le, talán azért, hogy jobban lásson harc közben. Ez megint egy nagy különbség közöttünk, állapította meg magában Ahsoka.
Ő maga szükség esetén teljesen vakon is harcképes maradt, de még fénykardjai nélkül is. A teremtmény mellkasára összpontosított, ahol megmozdult valami. Megnyitotta magát az erőnek, pont akkor, amikor az ellenfele aktiválta a fénykardját. Hallotta a fegyver búgását, sötét háttérzeneként szolgált a kristályai tiszta dalához. És ezt a dalt most már egészen közelről hallotta. Megtisztította az elméjét minden zavaró gondolattól, és felkészült a küzdelemre. A teremtmény lesújtott, és Ahsoka hárította a támadásokat, még mielőtt a pengék elérhették volna a testét. Az erőn keresztül érzékelte a lény szándékait, követte a válla, könyöke és csuklója mozgását, és mindig meglökte a férfi karját annyira, hogy a csapások céltévesszenek. A teremtmény egyre dühösebb lett, kettőzött erővel sújtott a lány feje és a mellkasa irányába. A szürke lény nyers erővel igyekezett ellensúlyozni a gyenge pontjait. A házak felé szorította Ahsokát, aki fokozatosan hátrált, közben újra és újra felmérte az ellenfele képességeit. Amikor elérte a mögötte lévő ház előső lépcsőjét, felugrott rá, aztán egy elegáns szaltóval átszökkent a férfi felett. A levegőben repülve könnyedén kitért a dereka felé irányuló csapás elől, még ugolásba érkezett, és már is készen állt a folytatásra. Lenyűgöző, jelentette ki a teremtmény. Téged túl könnyű lenyűgözni, állapította meg Ahsoka. Ez még csak bemelegítés volt. Érzékelt, hogy egyre többen bukkannak fel körülötte, és rájött, hogy a birodalmiak megneszelték, mi folyik kint a városban. A falakon rohamosztogosok sorakoztak fel, és valamennyien őre szegezték a sugárvetőjüket. De legalább úgy tűnt, nem kaptak erősítést. Ahsoka beugrott egy mellékutcába, ahol a katonák nem lőhettek rá, és a szürke teremtmény követte. A titokzatos alak felemelte, és forgatni kezdte a fénykardját. A hatás látványos volt. Egy halálos fénykör izzott a feje felett, de Ahsoka nem rettent meg. A teremtmény teljes egészében a testi erejére hagyatkozott, míg neki más lehetőségei is voltak. – Mi vagy te? – kérdezte éles hangon. – Ki tett téged ilyenné? – A birodalmat szolgálom – felelte a teremtmény. – Az biztos, hogy van érzéked a drámához – jelentette ki Ahsoka. Az ellensége felé nyújtotta mindkét kezét, és megérezte, hogy valami éledezni kezd benne. Mindaz a tudás, amit Anakintól tanult a harcról. Emlékezett rá, hogyan kell vívás közben állni, és hogyan kell tartani a markolatot. Az erő segítségével túltágra nyitotta az ellenfele ujjait, és ezzel kibillentette a férfit az egyensúlyából. A teremtmény megtántorodott, és meglepetten nézett, de persze még nem adta fel. Érzem az erőt, mondta, és nincs benned annyi, hogy fegyvertelenül tovább ellenállj nekem. Ebben éppenséggel tévedett. Ahsoka nem volt fegyvertelen. Egy Jedi sosem volt fegyvertelen. A teremtmény lépett egyet előre, és ezzel olyan közelségbe került, hogy Ahsoka elérhette az ujjaival. A sebesen forgó pengék megvédték a lényt az oldalról érkező támadásoktól, de előről sebezhető volt. Pontosan úgy, ahogyan évekkel korábban az első kristályáért nyúlt, Ahsoka előre nyújtotta a jobb kezét. A teremtmény az utolsó pillanatban megérezte a szándéket, és megpróbálta szétválasztani a markolatát, hogy két karddal küzdjön tovább, de túl gyorsan forgatta ahhoz, hogy megtehesse. Ahsoka szinte gyengéd mozdulattal rátette a kezét a fémhengerre, és vele volt az erő. A markolat recsent egyet a tenyere alatt. A kristályok dalát éles visítás váltotta fel, és Ahsoka ugrott egyet hátra. Az imént megszakította a kristályokhoz vezető energiavezetéket, és a fegyver kezdett túltöltődni. Tudta, hogy ha a teremtmény nem kapcsolja ki azonnal a kardját, akkor az fel fog robbanni. De mielőtt figyelmeztethette volna az ellenfelét, vakítóan erős fény lobbant előtte, és éles csattanást hallott. Aztán minden elcsendesedett. A szürke teremtmény többé nem áthatott senkinek. A hátán feküdt, az arcából csak egy összeégett roncs maradt, a markolat maradványait még ekkor is a kezében fogta. Ha tudott volna úgy harcolni, hogy leereszti a sisak arclemezét, talán túlélte volna a robbanást. Ahsoka azon töprengett, hogy kikészítette fel ezt a harcost, és hogy vannak-e még hozzá hasonlók. Valaki eltorzította a lény jóra való hajlamát, és átállította őt a sötét oldalra. Ahsoka tudta, hogy ez a valaki még odakint van valahol a galaxisban, és ő meg akarta akadályozni abban, hogy rátaláljon más erőérzékeny gyerekekre.
Lenyúlt, és lezárta a sisak arclemezét, hogy eltakarja a szétroncsolódott arcot. Mindössze ennyit tehetett a szerencsétlen idegenért. Aztán letérdelt legyőzött ellenfele mellé, és gyorsan átvizsgálta a kard markolat maradványát. A két kristály kiszabadult fémfogulatából, és a deluk nem halkult el. Ahsoka a kezébe vette őket, és megremegett, mert ismerős érzet áradt végig rajta. A másik kezével előhúzta a befejezetlen fegyvereit. A markolatok nem voltak olyan szépek, mint szerette volna, és továbbra is hiányzott néhány kulcsfontosságú alkatrész. Gyorsan ismét átnézte a teremtmény kardját, és elmosolyodott, amikor sorban rábukkant mindenre, amire szüksége volt. Egy időre megfeleltek a céljainak. Mielőtt szélsebesen dolgozott, meghallotta, hogy a birodalmiak óvatosan közelednek felé. Az iménti párbaj láttán elbizonytalanodtak, de lassan összeszedték a bátorságukat. Ahsoka késztetés érzett, hogy siessen, de elnyomta, nehogy hibázzon. Meglepően könnyedén merült bele a meditációs transz állapotba, mintha a Jedi templomban lett volna, és nem egy poros utcán ellenségek gyűrűjében. A szemét lehúnyva csak a belső látásával tájékozódott, mielőtt gyors mozdulatokkal beszerelte a frissiben megszerzett alkatrészeket. Amikor kinyitotta a szemét és lenézett, nem lepődött meg azon, hogy két ormótlan és befejezetlen, de működőképes karmalkolatot tartott a kezében. Sokat kellett még dolgoznia rajtuk, de az övéi voltak. És amikor bekapcsolta őket, a pengék a legtisztább fehér fényen ragyogtak. Ahsoka talált egy másik utcát, ami abba az irányba vezetett, amerre menni akart, és ezen haladt tovább a támaszpont felé. Ő volt a birodalmiak egyetlen célpontja, és ezúttal kihasznált minden lehetséges fedezéket. A kardjai megnyugtató súllyal húzták a kezét. Harc közben ismét képes lett tökéletesen összpontosítani. Még csak nem is liegett. Végre olyasmit csinálhatott, amihez értett. A támaszpont az érve egyetlen ugrással átszökkent a fal felett, és a telep közepére érkezett, alaposan meglepve az ott álló rohamosztagosokat. Persze gyorsan felúcsottak és tüzet nyitottak, míg Ahsoka a lövedékeket hárítva lépkedett a főbejárat felé. Pár másodperc kellett csak, hogy odaérjen. Az érkezését robbanások és sugárnyalábok sivítása jelentették be, aztán néhány pillanat alatt körbevágta az ajtózár szerkezetét. Amint belépett a folyosóra, erőhullámot indított a háta mögé, ami az összes üldözőjét leverte a lábáról. Az épület belsejében csak egyenruhás tisztek fogadták, vagyis valamennyi rohamosztagos odakint volt. Remélte, hogy túlságosan lefoglalja őket a harcahoz, hogy segítségül holthoz hívjanak egy csillagrombolót. Ahsoka folyamatos harcba küzdötte magát, végig a folyosókon, a kardjaival hárította a lövedékeket, és az erőhullámokkal taszította félre a támadóit. Tudta, hogy a cellák az építmény hátsó részében vannak, és minél hamarabb oda akar térni. Végül belépett a börtön folyosójára. Megtalálta és megnyomta a főkapcsolót, amivel az összes cella ajtaját kinyitotta. Gyorsan ellenőrizte, vannak-e előtte sugárpajzsok, aztán végig sietett a sötét járaton. Kiden, kiáltotta reménykedve. Itt vagy? A cellája mélyén Kiden felkapta a fejét, majd talpra ugrott. A sérült karja miatt nehezen egyensúlyozott, de Ahsoka hangja bátorságot öntött bele. Tétova léptekkel elindult az ajtó felé. Hallotta, hogy Ahsoka parancsokat kiabál a többi fogolynak, biztatja őket, hogy jöjjenek ki, aztán rohanjanak szerd a kocsmájához, és ő a kisebb tömeg mögött tartotta barátja felé. Kiden végül szemtől szemben állt Ahsokával. Tudta, hogy pocsékul néz ki, de legalább tudott járni. Ahsoka egészen másként festett. Erősnek, összeszedettnek és legyőzhetetlennek tűnt. A két kezében egy-egy fehéren izó fénykardot tartott, és bár Kiden most látta először így a barátját, már nem is tudta volna elképzelni a fegyverek nélkül. Kiden, kiáltotta Ahsoka, és közelebb ugrott, hogy segítsen. Ahsoka, felelte Kiden, és tett néhány gyors lépést, aztán megtorpant, és az épp karját Ahsoka vállára tette. Persze vigyázott, mit csinál, mert a fénykardokkal nem lehetett szórakozni. A legszívesebben megcsókolnálak, tette hozzá. Ahsoka megmerevedett, és összezavarodottan nézett Kidenre. Nem most, persze, folytatta Kiden, és hetek óta első ízben nevetni akart, de érezte, hogy ehhez a hisztériának is lehet némi köze. Tudom, hogy szörnyű az időzítés, és fegyver van nálad,
Csak meg akartam mondani arra az esetre, ha meghalnánk. Ó, sóhajtott Asoka. Hát köszönöm, bögte ki aztán, majd összeszedte magát és kijelentette. És nem fogunk meghalni. Ha te mondod, felelte bólogatva Kiden. Asoka kikapcsolta és az övére akasztotta a bal kardját. A másikat mindvégig a kezében tartotta, mielőtt szabad karjával átölelte Kident, hogy segítse, aztán együtt siettek végig a börtön folyosóján.